Balázsi Pannától a Szandra és a Csajok című könyvsorozatot szeretném bemutatni. Ezek a könyvek felettébb érdekesek, ugyanis a mindennapi dolgokkal kapcsolatosak, Szentesi Szandra szemszögéből nézve. Van szó a szerelemről, barátságról és még a Covidról, vagy akár a nevelőszülőségről is. Nekem ezek a kötetek azért tetszettek, mert korabeliek, vagyis szó van aktuális témákról. Szandra megtanít a cica szemrajzolásától egészen addig, hogyan legyünk segítőkészek. Nagyon sok érzelem, kaland és szórakozás van bennük. Például, amikor Szandra ötödikes lesz, nem egy osztályba kerül a legjobb barátnőivel. Vagy érkezik hozzájuk egy cserediák, Tasia. De olyan is van, amikor Szandráik elköltöznek, akkor a bulit csapnak, hogy az egyik új szomszéd fel akarja jelenteni őket. Vagy rábukkannak a családjával régi titkokra. Végül elmeséli az általános iskolából való búcsúzását. Nekem mégis az utolsó szerzemény Emlékek című fejezetet tetszett a legjobban, hiszen Szandra befejezi a kisiskolát. Szeretné a barátaival emlékezetessé tenni ezt a gyorsan elrepült 8 évet. Ezért a dédnagymamáját követően beszerez egy emlékkönyvet, hogy a számára fontos emberek írjanak bele. Mindenképpen olvassátok el a műveket, ha meg szeretnétek tudni Szandra életének részleteit. Jó olvasást!